Köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Glázer Éva vagyok, a mai adás műsorvezetője. A következő percekben betekintést nyerhetnek az elmúlt hét eseményeibe. Híreink következnek. Október 6-a 2001 óta hivatalos nemzeti gyásznap. 1849-ben ezen a napon végezték ki a 13 maradi és két pesti mártírt, köztük Batthyány Lajos grófot, Magyarország első miniszterelnökét. Esztergomban az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezésen Tétényi Éva polgármesterasszony mondott ünnepi beszédet. Ma október 6-át a nemzeti gyásznapot ünnepeljük, és bár nagyon szép, fényes nap köszöntött ránk, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy azoknak az embereknek az emléke, amely majd egy kis műsorban meg lesz elevenítve, és akiknek az emlékére virágot, illetve koszorút helyezünk el, számunkra itt élőknek, elsősorban a fiataloknak példát mutatnak, és megmutatják azt, hogy a személyes kiállás egy-egy ügyért, egy eszméért, a hazáért milyen fontos. És azon is elgondolkozhatunk, hogy az utókor méltán őrzi ezeknek az embereknek a nagyságát, az emlékét, és azt, amit tettek a hazáért. Arra is kell gondolnunk, hogy a mindennapokba mi is ebből merítsünk erőt, és a köztünk élő embereket, akik ugyancsak példát mutatnak kiállásokkal, hazaszeretetükkel, ugyanolyan tisztelettel és szeretettel vegyük körül, mint ahogy majd emlékezünk ezekre a nemzeti hősökre. A megemlékezésen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Katolikus Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem, Európa színpadán mi is játszottunk, s úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Ezután a hősök emlékművének koszorúzása következett.
A megemlékezés végén a kegyeleti emlékfutás eredmény hirdetésére került sor. És az első helyezett az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Ágos Iskola. Köszönjük a diákoknak, a felkészítő tanároknak, hogy itt lehetünk, reméljük, hogy jövő évben még többen itt leszünk. Viszontlátásra! Múlt pénteken a felvidéki Kéményden is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Ünnepi beszédet mondott Farkas Iván, a Magyar Közösség pártjának alelnöke. Éppen ma, 164 évvel később, a Nemzeti Gyász napján a világ magyarsága Aradra, nemzetünk 1848-49-es szabadságharcának leggyászosabb vesztőhelyén kivégzett 13 vértanúra emlékezik, a csupa magasrangú katonatisztre, akik a magyar forradalom ügyét szolgálták. Tiszteletünk, főhatásunk nekik szól. Emlékezzünk hát rájuk, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kéményiek, nem gyászba borult szívvel, csak csendesen, méltóság teljesen, önmagunk és utódaink javára egyaránt. A Nemzeti Gyász napján saját jövőnk és utódaink értékrendjének alakítása szándékával emlékezünk az akkori hőseinkre. A múlt, a fájdalmas halál felidézése egyszer s mint a jövőbe vetett hitünk alapja is, hiszen őseink hagyatékát életünkkel gazdagítva mentjük ki így módon unokáinknak, kapaszkodóként saját értékrendjük kialakításához. Itt a fiatalság számára szólnak ezek a szavak. Az ünnepségen Tóth Kálmán, mikor az Akasztófákat faragták című versét, Kürti Lajos előadó művész tolmácsolta. S virradóra megölik embertelen zsarnokok. Mit faragsz itt? Ács, mit farag itt az éj időben? Akasztófát faragok. Damjan itt függ majd ezen, minden lépte diadalba bérokban járt övig, s a gyávákig szaladtak. Holnap a hőst felkötik. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? A kegyeleti megemlékezést Vadkerti Imre, a Kormorán együttes énekese zárta. Van nekünk egy zászlónk, mit nem tépednek szét. A színek maradnak, akármilyen a szép. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. A következő sorokat megküldeném az országházába, hogy jobban vigyázzanak rá. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország. Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi szervezete az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott koszorúzással egybekötött megemlékezést Esztergomban a Pöttyös téren, az aradi vértanúk emlékoszlopánál. Az ünnepségen imát mondott Fehérvári Lajos atya. Ezekben a napokban sok megemlékezésről hallani, sok helyen, az interneten olvasni lehet az aradi vértanúk utolsó óráiról, utolsó napjairól. Azonban kevés helyen jelenik meg, hogy ők bizony vallásos emberek voltak, volt közöttük református, evangélikus, ortodox, tizen pedig katolikusok voltak. Emlékbeszédet György Róbert, a Fidesz Esztergomi Alapszervezetének elnöke mondott. Szerencsés a magyar nemzet,
Szerencsések vagyunk, még ha ezt az aradi vértanúk gyásznapján furcsa is kimondani. Szerencsések vagyunk, mert olyan hőseink, példaképeink vannak, mint az aradi 13. Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Láner György, Nagy Sándor József, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Pöltenberg Ernő, Svejdel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Ő gróf Batthyány Lajossal, Magyarország első, az aradi vértanúkkal egy napon kivégzett miniszterelnökével olyan példát állítanak nekünk, olyan erőt adnak, mellyel úgy érezzük, minden nehézséget legyőzhetünk. Vértanúságuk egyúttal feladatokra is köteleznek mindannyiunkat. Hálás, de olykor nehéz feladatokra. Nemzetünk gyarapítására, előremutató folyamatos jobbítására, függetlenségének megőrzésére és közös céljaink mentén az összefogásra. Dr. Németh József, a Rudnai Sándor Egyesület elnöke folytatta a megemlékezést. Magyarország, mint annyiszor a hosszú évszázadok alatt, 1849-ben ismét megfosztatott az önálló létezés, az önálló fejlődés lehetőségétől, a magyar úttól, és ezzel egy időben a politikai és ideológiai szabadságtól. Október 6-a kezdettől fogva már nemzeti gyásznapként él a magyar nép emlékezetében, és 2001 óta, az első Orbán kormány intézkedése óta hivatalosan is nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon október 6-án kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyanezen a napon Pesten kivégzik Batthyány Lajost, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökét. Dr. Szerencsés Gergely István, a KDNP esztergomi szervezetének titkára a következő gondolatokat osztotta meg az ünnepség résztvevőivel. Sajnálatos módon, mint azt mindannyian tudjuk, szabadságharcunk a világosi fegyverletétellel vereséggel ért véget, amelyet követően az osztrák hatalom Hajnau tábornokot küldte Magyarországra a megtorlások levezénylésére, aki egy levelében erről így ír. A magyarok 300 év óta mindig lázadók, csaknem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmok. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Hajnau hű is maradt soraihoz. Több mint 100 ember esett áldozatul nemzetük ellen folytatott megtorló intézkedéseinek. Ennek egyik legvéresebb napja volt október 6-a, amikor Aradon 12 honvéd tábornokot és egy ezredest, Pesten pedig Batthyány Lajos miniszterelnököt, valamint Fekete Imre gerilla századost végezték ki. Azonban, ha történelmünk későbbi hőseire, áldozataira gondolunk, Hajnau nem érte el a célját, hiszen nem sikerült kiölnie belőlünk magyarokból a függetlenségünk iránt érzett vágyunkat. Herr Ádám, a Fidelitas országos választmányának alelnöke folytatta a megemlékezést. Az Aradon kivégzett tábornokok örök példát mutattak, nem csak hősiességből, tisztességből és becsületből, hanem önfeláldozásból is. Megtehették volna, hogy elmenekülnek, vagy átállnak a császáriak oldalára, és a kötél, a puskagolyó helyett, ahogy Madács mondja, fényes jutalmat kapnak. De nem. Ők inkább egy árvahon szolgáltak, és életüket adták ezért az árvahonért. Mindez a mai kor gyermekének talán hihetetlennek, kissé meseszerűnek tűnik. Nem ehhez vannak szokva. A tévéből, az internetből nem hősök példaképek, hanem éppen ellenkezőleg antihősöt néznek rájuk minden nap. Múlt vasárnap a Bazilikában az esztergomi Monteverdi kórus fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte egy nagyszabású jubileumi hangversennyel. Közreműködött Baróti István orgonaművész, vezényelt Hunyadi Zoltán karnagy. Thank you.
Megalakult a Szövetség Esztergomért Összefogás. A szervezet alapító kiratát a Fidesz, a KDNP, a Fidelitas esztergomi vezetői és a helyi Rudnai Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület elnöke írta alá múlt hétfőn a Vármúzeumban. Az aláírás előtt György Róbert, a helyi Fidesz elnöke elmondta. Az összefogás célja, hogy a résztvevők segítsék egymást a 2014-es választásokra való felkészülésben, és közösen dolgozzanak az eredményes szereplésért. Szervezeteink a mai napon megalapítják a Szövetség Esztergomért Összefogást. Az összefogásban a szervezetek közös célja az esztergom és az esztergomiak érdekét szolgáló városvezetés lehetővé tévő választási siker megalapozása. Elkötelezettek vagyunk Esztergomnak az ország első fővárosához méltó kialakítására, megújítása és fejlesztése érdekében. Tenni kívánunk azért, hogy Esztergom élhetőbb legyen. Múlt héten, szerdán az esztergomi királyi várban ünnepelték Maintál és Esztergom testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulóját, ahol a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának 3. osztályos tanulói adtak műsort. A köszöntő beszédek sorát Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere kezdte. 1993. július 18-án kötöttük meg ezt a testvérvárosi szerződést. Am 18. Juli 1993 wurde der Partnerschaftsvertrag unterschrieben. 1996-tól rendszeresen részt vettek a maintáliak a Szent István napokon, és hát mindenkinek van egy-egy kedves íz élménye az ott bemutatott termékekről. Seit 1996 nehmen die Delegationen der Maintaler an den St. Stefan Tagen in August jedes Jahr teil und alle Esztergomer Leute haben schöne Genusserlebnisse von der Handkäse und Apfelwein. Ja. És ebből a befolyt összegből támogatták többek között az itteni gyermekeknek az iskoláztatását, tankönyvekre és gyermekétkeztetésre adtak lehetőséget ezek a befolyt összegek. Die Einnahme wurde als Spende benutzt für Kinderorganisationen, Schulen und manche Organisationen wurden dadurch unterstützt. A sok-sok közös esemény után még kiemelném a Vöröskeresztes együttműködést, ugyanis a Maintáli Vöröskereszt gyűjt és juttat el most is a szervezetnek nagyon sok adományt. Ezután Maintál város képviseletében Wolf Rüdiger Fritz szólalt fel. Nun weiche ich ein klein bisschen von meinem Redemanuskript ab und bringe hoffentlich nicht die reizende Dame jetzt in Probleme hinein. Ich wollte mich ganz einfach anfangs bedanken für den ganz herzlichen Empfang, den wir hier bekommen haben. Das fängt schon mal ganz harmlos an heute mit dem Kindertanztag auf dem Marktplatz. Das war wunderschön. Szeretném megköszönni a nagyon szíves fogadtatást, amiben részesültünk itt Esztergomban. Ez a főtéren egy gyermektánccsoport előadásával kezdődött, ami gyönyörűséges volt. Ich war ganz überrascht, ich habe da auch bei, zu den Kindern ein paar wenige Worte gesagt, aber ich war ganz überrascht, heute im Garten Weinberg von Herrn Maroschi zu hören, da war sein Enkelin gekommen und die hat mich sofort wiedererkannt und auch das Wort Maintal ausgesprochen. Das hat mich sehr gefreut. Ich nagy örömmel vettem, amikor a Marosi Miklós pincészetében ma délután látogatáson voltunk, és a kis unokája megismert engem, és ez különösen nagyon megörvendeztetett. Beszédet mondott Kőkuti Boglárka, az Esztergom Maintál baráti társaság vezetője is.
20 évvel ezelőtt Mánytában Gerhard Zeufelt úrral arról beszélgettünk, hogy tenni kéne valamit azért, hogy ez a friss testvérvárosi kapcsolat élettel teljen meg. Vor 20 Jahren haben wir in Maintal mit Herrn Gerhard Zeufelt darüber gesprochen, dass diese Partnerschaft mit Leben gefüllt werden sollte. Akkor nem gondoltam volna, hogy most itt fogok állni, és az elmúlt időkön, az elmúlt 20 esztendőn nosztalgiázni. Damals habe ich daran nicht gedacht, dass ich hier stehen werde, 20 Jahre später, und nostalgisch über diese 20 Jahre nachdenken werde. Rengeteg minden történt ezen idő alatt. Sehr viele Sachen sind in diesen 20 Jahren passiert. Számomra a munka azzal kezdődött, hogy egy jótékonysági akciót szerveztem. Ezután a Maintali Baráti Társaság vezetője szólalt fel. Meine Vorredner haben eigentlich alles gesagt, ich brauche keine Rede halten. Alles über die Partnerschaft ist im Prinzip schon gesagt worden. Deswegen lassen Sie mich ohne Konzept einfach aus dem Stegreif ein paar Worte verlieren, die Sie vielleicht ein bisschen erheitern. Es war alles so gespannt und so spannend und so feierlich. Gönnen Sie mir, das Ganze etwas lächerlich zu machen. Hát az előttem szólók már mindent elmondtak a két város kapcsolatáról. Nagyon hivatalos, nagyon szép beszédeket hallottunk, ezért engedjék meg nekem, hogy én spontán egy kicsit vidámabb, kicsit viccesebb beszéd tartsak a vidámabb oldalról megközelítve a kapcsolatot. Wir sind also mit einer Gruppe zu diesem Fest angereist und einige dieser Gruppe waren noch nie in Esztergom und haben jetzt diesen feierlichen Akt vor sich oder erleben den mit. Deswegen möchte ich denen so ein paar Worte intern sagen, so zum Beispiel über unsere Übersetzerin. Egy utazócsoporttal érkeztünk Maintából, egy busztal, és néhányan még, ez a csoport néhány tagja még nem volt soha Esztergomban, ezért szeretnék egy pár szót szólni ő miattuk, hogy ők is megértsék a szituációt, és azt hiszem, hogy itt rólam is lesz szó. Zárásként a Váralja Néptánc Együttes lépett fel. Brit zászlós hajó érkezett a Dunán Esztergomba múlt csütörtökön. A hajón Jonathan Knott, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete helyi és megyei üzletemberekkel, vezetőkkel, vállalkozókkal találkozott. And let me welcome you to our great flagship, to our floating British business embassy. Szeretnénk mindenkit üdvözölni ezen a zászlós hajónkon, ezen a flagshipen, ezen a lebegő brit hajón. And I'd like to thank our hosts, especially here in Esztergom, Mayor Tetényi, and also the mayor of Sturovo. Have I pronounced that right? It's lovely to have both of you here. And really, as I said earlier on, it kind of stresses the UK's vision of this part of the world. There are opportunities here for business cooperation across borders as well as within individual countries.
Szeretném először is megköszönni Esztergom polgármester asszonyának, illetve a sturovói polgármesternek is, hogy itt lehetünk. Nagyon jól jelzi ez a hely is azt a víziót, azt a jövőképet, amit Nagy-Britanniában megfogalmaztunk, hogy meg kell keresni a lehetőségeket, mint határokon átnyúló, illetve határokon belül is. A magasrangú vendéget városunk polgármestere Tétényi Éva fogadta. Ami miért örülök, hogy ez a hajó itt kötött ki, részben az, amit nagykövet úr is mondott, hogy Esztergom a régi ősi fővárosa Magyarországnak, és ez is azt mutatja, hogy Budapesten kívül máshol is van élet, ráadásul itt a Duna partján mi testvérvárosunkkal, Párkánnyal vagy Sturovóval együtt általában együtt fejlesztjük nem csak a kulturális kapcsolatainkat, hanem a gazdasági életünket is. A másik, aminek nagyon örülök, hogy Esztergomról sok minden hír van, viszont mi változatlanul mondom, mindig a jövőbe tekintünk és a jövőt építjük. Büszkék vagyunk még az itt levő kerékpár gyárunkra, Neuzer újra, akit ugyan nem látok, de remélem majd megérkezik, aki Magyarország első bicikli kölcsönzőjét adta át nemrégiben Esztergomba, az Ebit, és mindazokra, itt a Suzuki-t emelném még ki, és azokat az autóipari beszállítóinkat, akik az ipari parkban nem csak Esztergom, hanem a magyar gazdaság számára is jelentős szereplők. Őrájuk büszkék vagyunk, és remélem, hogy ez a kis fogadás, illetve nagykövet úr személyes közbenjárása is elősegíti, hogy Magyarország, Esztergom, a szlovák oldalon Párkány Sturovó együtt egy olyan gazdasági együttműködésnek legyen a központja, ami mind az itt élők, mind pedig a nagyobb környezetre kihatással van. Esztergomban a Petőfi utcában új irodát nyitott a Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi szervezete. György Róbert, a Fidesz helyi szervezetének az elnöke nyitotta meg nyilvánosan az irodát. Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Nagyon nagy öröm ez a mai nap. Idén nyáron, mikor a Fidesz esztergomi szervezetének a tagsága megtisztelt avval, hogy az elnöki pozíciót betöltsem, akkor azt fontolgattam, hogy egy új irodát fogunk felállítani, egy új irodát hozunk létre. A mai nappal bejelenthetem, hogy ezt az új irodát nyilvánosan is megnyitom. Ennek az új irodának az alapvető célja az volt, az is, hogy Esztergom belvárosába közelebb költözön az emberekhez, illetve egy nagyon komoly modern technikával felszerelt iroda álljon hadrendbe, ezzel tudjunk dolgozni, ennek a háttérországával tudjuk biztosítani a jövő évi választási sikerünket. Stein Balázs önkormányzati képviselő gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Én abba bízom, hogy ez az iroda, amilyen szép, olyan nagy és kemény munka lesz ebben az irodában, hiszen nekünk most csak egy célunk lehet, 2014 országgyűlési választások, komoly munka vár minket, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen körülmények között tudunk dolgozni. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő az esztergomi Fidesz megújulásáról szólt. Amit én kiemelnék, hogy sokat beszélünk most az elmúlt időszakban arról, hogy Esztergomba meg kell újulni a Fidesznek, jelentős lépéseket tettünk előre. Talán ez az iroda külsőleg is kifejezi, hogy ez a megújulás ez komoly, a szándék komoly, szövetségeseket összegyűjtjük, megpróbálunk a város lakossága előtt érthető programokkal megjelenni, megmutatni azt, hogy fejleszteni akarjuk ezt a várost, meg akarjuk oldani azokat a gondokat, amelyek az elmúlt években felhalmozódtak. Az esztergomi El Greco Galéria vendége volt a Lámpás Esték programsorozat keretében Róna Péter közgazdász. Hogy van az, hogy egy ilyen szembeötlő jogfosztást egy civilizált jogrendszer megenged, és nem csak, hogy megenged, hanem ezek után egy olyan szerződés alapján, amit nem is lehet tartalmilag felülvizsgálni, embereket az utcára lehet küldeni. És senki nem mond semmit. Tehát én komolyan felteszem a kérdést, hova tűnt a magyar társadalom lelkiismerete?
Hova tűnt a felebaráti szeretet? Hova tűnt a más ember iránti tisztelet és megbecsülés? Ilyen dolgokat egy normális, épp, egészséges, fejlődésre képes társadalom nem enged meg, mert nem lehet megengedni. Az esztergomi tömegközlekedésről tartottak múlt szerdán tájékoztatási fórumot a Babits Mihály Általános Iskolában. Szentkereszti Sándor, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT munkatársa kezdte el a tájékoztatót. Mi szerettük volna azt, hogy október 1-én elinduljon a vasúti forgalom Pilis Csaba Esztergom között, azonban felsőbb döntés értelmében meg kell várnunk Pilis-Vörösvár, Pilis Csaba vasútvonal megépültét, és Pilis-Vörösvártól Esztergomig a személyszállítás 2013. december 15-én fog elindulni. Horváth Anikó építészmérnök, kiemelt projektvezető az új tömegközlekedési csomópont terveit mutatta be. Első változat, ami megvizsgálásra került, az itt látható a felvételi épület, gyakorlatilag ez a felvételi épület felújításra kerül, ami a felújításán kívül a bővítését is jelenti ennek az épületnek. Természetesen figyelembe véve a MÁV igényeit, illetve a Vértes Volán által támasztott igényeket is. Október 5-én a Szentgyörgymezői Olvasókörben szüreti programra kapott meghívó televíziónk. A rendezvény a Váralja Néptánc Együttes műsorával vette kezdetét. Az ünnepség fénypontja volt a kisbíró jelentése. Megkezdődött immár a musnak forrása, ettől lesz igazán Istennek áldása. És ki a hegylevélből bőven kezdte inni, még ha néma is volt, megtanul beszélni. Én sem vizet iszom, bort prédikálok, estére mindenkit mulatságba várok. Most pedig arra kérem meg városunk elejét, hogy a jó híreket kelmetek tudomásul vegyék. És ha megkóstolták a szőlőhegynek levét, vigyék el messzire tőlünk jó hírét. Szakmai értékelést Dunai László tartott. Kezdeném a tavasszal, ha lett volna, mert most már 3-4 éve a tél után mindjárt a forróság, a nyár következik. Hát az idén is az volt, hogy március 15-én ugye a Honvéd temetőbe hóba raktuk le a koszorúkat, és ez a hideg, jeges, havas idő eltartott egész a hónap végéig. Bartos Kálmán, a Vinum Mister Granum Regionis borlovagrend ceremónia mestere is köszöntötte a szüreti délután résztvevőit. Mi 2004-ben alakultunk, és az első olyan magyar borrend volt, aminek külföldi tagjai is vannak. Mivel mi a szlovák barátainkkal, akik szívükbe, lelkükbe ugyanolyan magyarok, mint mi, sőt, nekik sokkal nehezebb magyarnak lenni, mint nekünk volt jó pár évig, és ezt becsülöm bennük, mert amikor átmegyünk, olyan szép magyar nótákat lehet velük énekelni, amit irigyelhetnénk és szeretnénk is megtanulni tőlük. Mi sem szégyenkezünk ebbe, de büszkék vagyunk arra, hogyha átmegyünk, szinte magyar szívvel fogadnak minket. Az esztergomi dobógaléria után Párkányban, a Barta Gyula galériában nyílt meg Kovács P. Attila fotós kiállítása. Ez a kiállítás most harmadik helyen, harmadik stádiumában van, mert először a Budapesten a Természettudományi Múzeumban nyitottuk meg ezt a kiállítást. Ott egy kicsit nagyobb volt, itt a képeknek a felét sikerült csak kiállítani, a kisebb képeket tudtuk ide elhozni. A nagyobb képek azok Budapesten az állatkertben találhatóak, és ott október végéig ott lehet megnézni őket. A nagyobb képek azok olyan nagyok lettek volna, hogy van olyan 3,5 méter szem, másfél méteres nagyítás, és amit csak teherautóval tudtunk volna elhozni, és erre most nem volt mód. De ennek ellenére megpróbáltuk a
lehetőségeknek megfelelően egy gazdag kiállítást elhozni. Én annó, amikor Amerikában jártam, akkor én 22 nemzeti parkot fotóztam végig. Elsőként én úgy jutottam ki Amerikába, amikor még nem is nagyon akartam igazából kimenni, mert annyira nem mozott engem Amerika. Mindig az jut az embere eszébe Amerikáról, hogy iparosodott, mindig a politika jut eszébe, nem a természeti kincsek azok, amik elsőként, hogyha meghallja az ember Amerika nevét, hogy erre koncentrálnánk. A megnyitón közreműködtek a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növendékei. Műsorismertetés után az aradi vértanúkra emlékezünk kisfilmjeinkkel. Esztergom város megemlékezése után Kéményre invitáljuk Önöket, ahol szintén ünnepséget rendeztek a vértanúk tiszteletére, majd a Szövetség Esztergomért összefogás ünnepségét láthatják. Ezután a Szövetség Esztergomért alapító levél aláírásáról tudósítunk. Ezt a kisfilmünket az új esztergomi Fidesz iroda megnyitásáról készült képeink követik. Műsorainkhoz jó szórakozást kívánunk! Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú elnevezést is. A következő percekben az esztergomi, illetve a kéméndi megemlékezésen készült összeállításainkat tekinthetik meg. Ünnepségünk elején kérem, énekelj közösen a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts fel. Megjelentek. Köszöntöm Önöket az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezésünkön. Felkérem Tétényi Éva polgármesterasszony beszéde megtartására. Tisztelt ünneplő közönség! Ma október 6-át a Nemzeti Gyásznapot ünnepeljük, és bár nagyon szép, fényes nap köszöntött ránk, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy azoknak az embereknek az emléke, amely majd egy kis műsorban meg lesz elevenítve, és akiknek az emlékére virágot, illetve koszorút helyezünk el, számunkra itt élőknek, elsősorban a fiataloknak, példát mutatnak, és megmutatják azt, hogy a személyes kiállás egy-egy ügyért, egy eszméért,
a hazáért milyen fontos. És azon is elgondolkozhatunk, hogy az utókor méltán őrzi ezeknek az embereknek a nagyságát, az emlékét, és azt, amit tettek a hazáért, arra is kell gondolnunk, hogy a mindennapokba mi is ebből verítsünk erőt, és a köztünk élő embereket, akik ugyancsak példát mutatnak kiállásukkal, hazaszeretetükkel, ugyanolyan tisztelettel és szeretettel vegyük körül, mint ahogy majd emlékezünk ezekre a nemzeti hősökre. Én kívánom azt, hogy ez a mai nap is, mint minden évben, minden ilyen nap, erősítsen meg minket abban, hogy az a magyar nemzet, az a hit és kitartás, ami jellemezte ezeket az embereket és őseinket, ezek a mai nap, illetve a jelenben is olyan értékek, ami mellett érdemes kiállni. Szép ünnepet kívánok! Tisztelt megjelentek! Kérem, hallgassák meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Katolikus Általános Iskola ünnepi műsorát. Hallgatójakkal, meddig ültök csüggelt madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elbújt, s többé vissza nem jö a vígének, s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő. Fiaim, csak énekeljetek! Nagy vihar volt, feldúrt berkeinken, enyhe, árnyas rejtek nem fogad, s ti hallgattok? Elkészültök innen, itt hagynátok hús anyátokat. Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta vár az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdan lomb, s virággal gazdag tájirul. Zengjétek meg a jövőt, ha majdan e kopár föld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holdbereg, a jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szájatok, megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közi álljatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az embere, itt hagynátok idegen cserélve, fiaim, csak énekeljetek. 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét, Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Látnál György, Leningen Westenburg Károly gróf, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Svelder József, Török Ignác, Vécsei Károly gróf, Lázár Vilmos. Mártír haláluk azóta jelképé vált, annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, melyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol a szemem egyekbe nyúló kősziklát lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem, Európa színpadán mi is játszottunk, s nem volt ennél nagyobb szerep. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem, Európa színpadán mi is játszottunk, s úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Uh-huh.
1849. januárjában az Európán átzúgó forradalmak már mind előttek. Egyedül a magyar tartotta magát, s még hátra voltak diadalai, mielőtt ő is lecsendesült. Petőfi az utolsó percig nem adta fel a reményt, s a legkilátástalanabb helyzetben sem szűnt meg költeményeivel bizakodást önteni a nemzetbe. Csend van! Itt ott a pernyét, s az eltévedt éjjeli lepkét, magasba vágja az őrtűz, erőre kapott lángja. A venyige serceg, sír, mintha jövője fájna, újra sötét a csend. A lóálmában felhorkan, a nád gyanúsan zizeg, tótükre tocsan, gyűrűiben remeg. Micsoda nyugalom! Hallod? Harangsír, egy távoli város leomlott templomából. Hangja megrezzen szemedben, az idegen határon. Testvére itt áll, ágyúböntve vádol, de nem hallja őket sem London, se Konstantinápoly. Milliók állásra száll.
a szörnyű idő, és a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyar kiírtja. Minden tagunkból vérezünk, hogy is ne, villog ellenünk a félvilágnak kardja. Egy szálig elveszünk-e mi, vagy fog maradni valaki? Leírnie vad, fekete időket a világnak. S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy ász dolgokat beszélni, mint valának. S elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt? Higgyen, hogy ez történet, és e beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart és meséljének. A halálos ítéletet hajna úgy császári tábornagy hozta meg. Én a rend embere vagyok, és nyugodt lelkiismerettel lövetek főbe százakat. Mert szirág meggyőződésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendőbeli forradalomnak elejét venni. Simul, talán Battyány árnya van, s lenéz magyar reád, s mutatván ezt a rém helyet. Azt súgja halkan. Ne feledd október 6-át! Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. 1300 katonát láttak el éles töltéssel, ilyen kettőzött őrcsapatok jártak fel és alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. 4 főbelövésre ítéltek, 9 akasztófa általi halálra. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek búskeserve, egy-egy könny a szentelt helyre. Hol megváltott, hősi áron, becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussz a csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényeségre. Bús szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Dezsőfi Arisztid, kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő, felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos, évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Völtemberg Ernő, nemzeti őrsereg. Törött Ignác,
közös teherviselés. Lachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti bank. Gróf Reiningen Westerburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélyen. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. A kivégzése bevezetését is jelentette a megtorló hullámnak, mennek során további, mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek.
Tisztelt megjelentek! A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Katolikus Általános Iskola ünnepi műsorát összeállította Andráskó Andrásné és Kis Ivett magyar szakos tanár. A zenei és mozgásanyag összeállítását Bognár Péterné, Szendi Judit, Gyurácz Németh Gyöngyi és Gún Tamás végezte. A műsorban 3., 5., 7. és 8. osztályos tanulók vettek részt. Köszönjük a műsort, valamint a felkészítő tanáraik munkáját. Tisztelt ünneplő közösség! Koszorúzás következik. Esztergom város önkormányzata nevében Tétényi Éva polgármester asszony helyezi el a kegyelet koszorúját. Tiszteletel kérem az itt a kedves megyek.
alá került megrendezésre a két háború közötti Esztergom egyik nagy jelentőségű, hagyományos sportmegmozdulása, az Aradi 13 kegyeleti emlékfutás. Ez a régi szép hagyomány 1987 óta vált ismét valóságá, mióta a Pézsa Tibor sportcsarnok és Esztergom város önkormányzata minden évben megrendezi a kegyeleti stafétát. Felkérem Pál György urat, a Pézsa Tibor sportcsarnok igazgatóját, ismertesse a kegyeleti emlékfutás eredményét. Polgármester asszony pedig felkérem az oklevelek és a kupák átadására. A 27. aradi vértanúk kegyeleti stafétán a leánycsapatok között negyedik helyezést ért el a Balassa Bálint gazdasági szakközépiskola és szakiskola. A harmadik helyezett a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. A második helyezett a Dobó Katalin Gimnázium. És 2013-as évben, tavalyi évhez hasonlóan, első helyezett az Árpádházi Szent Erzsébet Középiskola, Boda és Általános Iskola csapata lett. Fiú csapatok között 5. helyezett az Európa Akadémia lett. A 4. helyezett a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola csapat. Harmadik helyezést ért el a Balassa Bálint gazdasági szakközépiskola és szakiskola. Második helyezett a Dobó Katalin Gimnázium lett. És az első helyezett az Árpádházi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola. Köszönjük a diákoknak, a felkészítő tanároknak, hogy itt lehetünk, reméljük, hogy jövő évben még többen itt leszünk. Viszontlátásra! Tisztelt ünneplő közönség! Kérem, hogy az aradi vértanúk emlékére rendezett városi ünnepségünk befejezéseként énekeljük el közösen a szózatot.
Mikor az akasztófákat faragták. Október 5-én 1849. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelben? Akasztófát faragok. Pöltember függ majd ezen, oly gyanútlan, oly vidám, olyan deli, olyan ép, s holnap ezen folytja meg a nyomorú söpredét. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Holnap török függ ezen, nagy tudomány, mostan is olvas egész éjjel át, s holnap erre köti föl a tudatlan butaság. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Láner György függ majd ezen, maga volt a becsület, mely erényit elfödi, s holnap itt a szemtelen becstelenség felköti. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelben? Akasztófát faragok. Holnap Knézics függ ezen, tiszta szent volt, harc előtt imádkozott mindenütt, s fölfeszítik reggelők, kiknek nincsen istenük. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Nagy Sándor függ majd ezen, honszerelmes nagy vitéz a hazáért halni kész, mivaj, hogy itten ülinek a hazátlan gyülevész. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Leiningen függ majd ezen, fejedelmi sarjadék, büszke nemes lovagi, s nyírkos kézzel folytja meg holnap a sehonnai. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Holnap aulik függ ezen, csupa ember szeretett szíve olyan fendobog, s virradóra megölik embertelen zsarnokok. Mit faragsz itt, Ács, mit faragsz itt az éj időben? Akasztófát faragok. Damjanics függ majd ezen, minden lépte diadalba bérokban járt övig, s a gyávákig szaladtak. Holnap a hőst felkötik. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Vecsei függ majd ezen, nagy lelkű, ki nem tiport földre sújtott ellenén, mostan kézre ő jutott, s meghal hóhér kötelén. Az Úristen merje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itte 9 akasztófát ültetik, s azoknak, kik hajnalon itten vesztik életük, mindörökkön örökké, áldva légyen szent növük. Kürti Lajos előadó művész versét hallhatták. Mikor azt mondom, aradi vértanúk, minden igaz magyar elmében, visszacseng a történelem órákon tanultak, s a mai napon ezen alkalomból kegyeleti megemlékezést tartunk itt a Kultúrházban. Sok szeretettel köszöntöm sorainkban Farkas Ivánt, az MKP Országos Tanácsának gazdasági alelnökét, dr. Hunyvári Imre Nyitra megye képviselőjelöltjét, illetve a következő ciklus képviselőjelöltjét,
falunk polgármesterét, Kilman Józsefet, a Petőfi Sándor magyar tannyelvű alapiskola képviseletét, az óvoda képviseletét, a civil szervezetek képviselőit, valamint utoljára, de nem utolsó sorban minden kedves vendéget, határon innen és határon túlról is. És most szeretném felkérni Farkas Iván urat, hogy ossza meg gondolatainkat a mai megemlékezésünkre. Kedves kémendiek, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnökasszony, kedves pedagógusok, kedves gyerekek, hölgyek és urak, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök itt Kéménden, az önök kultúrházában, a október 6-ai megemlékezésről, az arrai vértanúkról. Amennyiben augusztus 20-a a legnagyobb magyar ünnep, akkor minden bizonnyal március 15-e a szabadságharc ünnepe a legszebb ünnepünk, a legszebb magyar ünnep. Azért a legszebb magyar ünnep, mert mi magyarok csináltuk ezt a forradalmat, a szabadságharcot, nem pedig mások akaratából történt az meg velünk magyarokkal. 1848. március 15-e az újkori Magyarország születésnapja. Soha nem volt annyira egységes a nemzetünk, mint az akkori forradalmi hetekben és hónapokban. Felekezettől függetlenül összefogtak a parasztok, a cselédek, a tanítók, a főpapok, az értelmiség és a munkásosztály. Bár a jelenkort így jellemezhetnénk. A forradalmi hónapokban alakult meg a magyar hadsereg, amely immár 164 éves múltra tekint vissza. Akkori időkből származik a magyar katonák megnevezése, a Honvéd. Megszületett a magyar nemzeti lobogó, amelynek piros színe az erőt jelenti, a fehér szín az ártatlanságot, és a zöld szín a reménységet fejezi ki. A forradalmi hónapokra, 1848-ra vezethető vissza az a mondásunk, hogy nem engedünk a 48-ból. 1847-ben Kossuth Lajos erélyes, hazafias felszólalásai a pozsonyi országgyűlésben, Deák Ferenc bölcsessége és a további képviselők, a további forradalmárok, későbbi forradalmárok felszólásai adták meg a későbbi forradalomnak az alaphangját. 1848. márciusában az európai forradalmak híre eljutott Pest-Budára is. Ekkor már lángokban állt Párizs, Bécs, Prága és más nagy európai fővárosok. Március idusának a fő mondani valója volt tehát a haza és a haladás. Március 14-én a pest-budai ifjak még nem tudták, hogy másnak ki fog törni a forradalom, tudták azonban azt, hogy itt a cselekvés ideje. A Pivax kávéházban 12 pontban megfogalmazták követeléseiket. Petőfi Sándor megírta a nemzeti dalt. A 12 pontos követelések két vezérgondolata a következő volt. Maradjunk magyarnak, erősödjünk meg magyarságunkban, legyünk szabadok, vívjuk ki végre szabadságunkat. Majd Metternich bécsi kormánya megbukik. Gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakul a felelős, forradalmi magyar kormány. Ha 1848 a forradalom, akkor 1849 minden bizonnyal a szabadságharc éve volt. Hiszen a magyar szabadságharcosok 1848. decemberétől vívták harcukat a császári hadsereggel a szabadságunkért, egyenlőségünkért. A magyar hadsereg nem bírt a császári osztrák hadsereggel, és fordítva. Világossá vált az, hogy aki szövetséges szerez, az fog győzni. A forradalom nem tudott beteljesedni, mert a cári Oroszország hadhatós támogatásával a császári hadsereg azt leverte. A magyar honvédek helyenként
százszoros túlerővel szemben harcoltak, így lelkesedéssel, hazaszeretettel nem tudtak felülkerekedni. Majd Schwarzenberg bécsi miniszterelnök a következőt mondta. Megbocsátunk, de előtte elvégzünk egy-két akasztást. Hajnó Báró e kijelentést a következőkkel oldotta meg. Magyarországon a következő 100 évben nem fog kitörni semmilyen forradalom, mert a gazt gyökerestül tépem ki. A megtorlás legszörnyűbb belejárója a forradalom vezéreinek a lemészárlása volt Aradon 1849. október 6-án. Éppen ma, 164 évvel később, a Nemzeti Gyász napján a világ magyarsága Aradra, nemzetünk 1848-49-es szabadságharcának leggyászosabb vesztőhelyén kivégzett 13 vértanúra emlékezik, a csupa magasrangú katonatisztre, akik a magyar forradalom ügyét szolgálták. Tiszteletünk, főhatásunk nekik szól. Emlékezzünk hát rájuk, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kéméndiek, nem gyászba borult szívvel, csak csendesen, méltóság teljesen, önmagunk és utódaink javára egyaránt. A Nemzeti Gyász napján saját jövőnk és utódaink értékrendjének alakítása szándékával emlékezünk az akkori hőseinkre. A múlt, a fájdalmas halál felidézése egyszer s mint a jövőbe vetett hitünk alapja is, hiszen őseink hagyatékát életünkkel gazdagítva mentjük ki így módon unokáinknak, kapaszkodóként saját értékrendjük kialakításához. Itt a fiatalság számára szólnak ezek a szavak. Főhajtásunk a vértanúké, de mindazoké a nemzeteké is, amelyek képviseltek, hiszen őseink hajatékát magukban hordozva úgy álltak nemzetünk oldalára, hogy az egyetemes szabadság eszméje vezérelte akkor őket. Ez a megalapítás pedig legyen akár üzenet a jövőnek, az utánunk jövőknek, a fiatalságnak, hogy szabadság csak egy van, és annak a szabadságnak kérem, nincs nemzetisége. Aulik Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter az egyik kivégzett az akasztás napján a következőt mondta. Harcunk nem a nemzetiség, hanem a közszabadságharca, az abszolutizmus a bécsi kormány ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. Ne feledjük, a 2013. esztendő magyarságáért, békés Európájáért is haltak meg az aradi vértanúk, egy békésebb, nyugodtabb korért, mint a 19. század közepe volt akkor. A 13 aradi vértanú emlékét máig őrizzük szívünkben. Hallgassák csak kérem Petőfi nemzeti dalának utolsó verszakát. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, további méltóságteljes megemlékezést kívánok mindenkinek, kedves kéményiek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Farkas Ivannak a nagyon mélyre szántó gondolatait, és most fogadják nagy szeretettel két előadó művészünket, Kürti Lajos és Patkert Imrét, a Kormorán énekesét, az alkalomhoz méltó kultúrműsorral készültek. Thank you.
urak, a színpadon, Hadkerti Imre. Hát szép hírsét mindenkinek, látom nagyon családias a nézőtér, remélem, hogy a hangulat is ilyen családias lesz. Csupa ismert dalokat hoztam, amit mindannyian ismernek. Hát kezdeném is egyből az első dalommal, az Istvánnak irányítánya. Mondd, te kit választanál. És akkor még kérnék egy jó kis kémindi kórust. Valakinek holnapra kell győzni a sötétséget. Segítsetek, azon segítsetek nekem! Segítsetek! 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 Mondd, te kit választanál! Hivatalából mondd, te kit választanál. Valakinek holnap át kell venni a korona ékszer. Ó, mondd, te kit választanál. Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert. Fent is megkérnek mindenkit, jó? Segítsetek! 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 Mondd, te kit választanál? Segítsetek! 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 Ó, segítsetek! 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 Köszönöm. Ha lehet, majd egy picit bátrabb kórus kérnék. A férfiaktól talán olyan erővel, mint ahogy a jó kis borospincékben szokták. Esténként, ha lehet, a hölgyektől meg úgy, ahogy otthon szokták. Nos, jöjjön egy dal, ami nem épp egy vidám dal, viszont nagyon tanulságos. A dal címe Szegény Magyarország. A régi ház falán jön egy új ezer év, mondd, mit hoz
voltál, szegény Magyarország. Föntről zúdul a szó, diszkos szürke ár. Haragosan a kor, ki lenn, amiben jár. Hol a szabadító remény, egy szép, egy új világ, miről annyit állottál, szegény Magyarország. Itt él és remélt a pák, míg a szíve nem szakadt. Itt tudott ágyundál, anyád egy régi dalt. S ha mentünk bárhová, mindig ránk talált a vágy. Egy hang mely a távolból visszahív hozzád. Miért félsz, a holnap úgyis a tiéd? Annyi szenvedés után él a nép. Itt él, és benned látja a remény. Szíve bármilyen nehéz, csak téged fél. Mert igazod jó, a múlt csak itt tanít. Ez a nyelv, ez a sors, a lelkünk közt a híd. De nem az, hol a szabadító remény, egy rég várt új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Most aki már megtudta a refrént, vagy ismeri a dalt, az bátran énekeljen vele. A tiéd, annyi szenvedés után él a nép. Itt él, és benned látja a remény. Szíve bármilyen nehéz, csak téged fél. Miért félsz, ha holnap úgyis a tiéd? Nagyon szépen köszönöm. Szoktam egy ilyen dolgot hallani és kapni, hogy miért szegény Magyarország, miért szegény Magyarországról énekelek, és miért nem szegény Felvidékről. Nos, egyet tudni kell, hogy ha Magyarországról énekelek, akkor az a Magyarország az így néz ki, ahogy itt látják rajtam. Úgyhogy minden benne van, az összes elcsatolt rész. És akkor előbb úgy, ahogy Farkas Iván képviselő úr említette Szent István úrunkat, engedjék meg, hogy egy dalt elénekeljek. István úrunk fohászát, imáját, bizonyára ismerős a dallam, ismerős a dal.
győzelemre. Ó, jó, nem tudom már, hűséges kihez legyen. Törvényedre sújt le kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek. Pont mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Pont mennyit ér a kárhozott a győzelemre. Új távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Új távol vagy tőlem, és mégis közel. Színpadra, aki régóta barátom, és egy fantasztikus hang, fantasztikus művész. Hölgyeim és uraim, egy színpadon, Kürti Lajos!
Ábrányi Emil, október 6-án. Amennyi könyv van a szemekben, hújjon ki lassan permetekben, s elsírva mind kezd újra még, síratni őket nincs elég. Nő könnyeit peregjenek, mint szerte hulló gyöngyszemek, s te férfi szív, zord, mint a kő, olvadj, ne szégyel, könny elő, légy forrás, szírből szökkenő. Hulljon ki, mint gyászárjaként, amennyi könyv van a szemetekben. Ahány fohászöl ember ajka, a legnemesebbet felsóhajtva, mint a tusázó szívterem, mikor szent húja végtelen. Fohász, a mélyek mélyből, értük szakadjon égre föl. Isten, ha alszik, verje fel a gyász iszon regélyével. Vihar gyanánt zokogja el e nap sötét történetét, ahány fohász szül ember ajka. Ahány virágot kéz letépet, még herodatlan ifjat épet, díszítni a halált vele. Jövel, tegyük kövükre le. Mosolygó szép mennyasszony, ad virtusból font koszorúrat, oltára fűzött friss virág, jel méltó helyre, fonjad át kilenc bitó talapzatát. Itt haltak, itt, e helyre vitt, ahány virágot készleti. Amennyi villám van az égben, szülemlő rémes vadsötétben, mikor a nemző fergeteg a bősz felhőt csókolja meg, s nász táncot jár a földpora, sújtson le, mint nyílt lápora. Ahány bakó, ahány cselét az árulás szolgálja még, szaggassa, zúzza szét. Álljon el útfajon bosszút, amennyi villám van az égen. Kürti Lajos. Hát a könyvnettel egy kormoránddal, ami arról szól, hogy ki szívét oszta szét, övé a remény. Szállott az égen, szállott ört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki fele. Nincs hely, ahová visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, aki ért, s csak azért, hol a tér, ahol a fél, hozzád még elég, kell, te legyél, ki nap lesz, éj után, te légy. Szép, ő lesz a remény, ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár, hegyeken és tengereken túl. Volt, s ami ér, az minden.
Kik hosszú úton vándoroltak,
itt hazát találtak. Ha elvették, mit itt volt, vissza kell azt venni. Isten újja megérintett, jó lesz magyarnak lenni. Na most azért lehet ide egy kis segítség majd. Jó magyarnak lenni, így van. Nagyon szépen köszönöm. És akkor búcsúzóul jöjjön a dal, amit mindenki ismer. Hála jó Istennek, vannak azért olyan dalok, olyan nemzetérzelmű, magyar érzelmű dolog, amiket még lejátszanak a rádiók. Van egy fantasztikus zenekar Magyarországon, aki majd december 30-án Komáromban koncertezik, hogyha ráérnek és van kedvük, jöjjenek el. Ez a zenekar nem más, mint az Ismerős arcok. Ezek egy nagyon szép dalt, ami arról szól, hogy bárhol is éljünk a nagyvilágban, akkor is egy virgül alak vagyunk. Hát szóljon a dal. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem önökkel. Vigyázzanak egymásra magukra. És maradjanak meg ilyen jó magyarnak. Mert csak így tudunk élni. Így maradunk fönt. Isten áldjon mindenkit. Vigyázol ránk, ó
és nélkület, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, de történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egyvéből valók vagyunk. Egyvérből valók vagyunk. Mi egyvérből valók vagyunk. Mi egyvérből valók vagyunk. Mi egyvérből valók vagyunk. És rádom mindenkit! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Na, tudják mit? Még egy dal kell énekelnek, jó? Na de itt ez alól senki nem menekülhet. Ismerni fogják a dalt. Hol sírjaink domború?
hiszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Köszönöm szépen! Akkor most mindenki énekelni fog, az biztos. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújtsd szépen köszönöm előadó művészeinknek az alkalomhoz illő összeállítást, maguknak a türelmet, és hogy itt voltak velünk együtt, de még nincs vége. Mindenkit szeretettel várunk a tanácsterembe, egy kis kötetlen beszélgetésre. További szép estét mindenkinek! Tisztelt ünneplő közösség, Völner államtitkár úr az elmúlt percekben közölte, hogy váratlan elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni fizikailag, de lélekben mindenképpen. Középiskolás koromban Újpestre jártam, és volt egy magyar tanárom,
aki tanítás után elvitt bennünket Lepstük Mária sírjához a megyeri temetőbe. Abban az időben még nem volt ünnep március 15-e, még nem volt munkaszünetes nap. És ott elénekeltük a himnuszt, Lepstük Mária, Mária főhadnagy sírjánál. Kérem önöket, énekeljük el most a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedvelő féggel, jó és feléket védő kart, a kérem Fehérvári Lajos atyát, hogy mondjon el egy imát. Tisztelt emlékező közösség! Ezekben a napokban sok megemlékezésről hallani, sok helyen az interneten olvasni lehet az aradi vértanúk utolsó óráiról, utolsó napjairól. Azonban kevés helyen jelenik meg, hogy ők bizony vallásos emberek voltak, volt közöttük református, evangélikus, ortodox, tizen pedig katolikusok voltak. És a visszaemlékezések egyik jelentős forrása Sujánszky atya, minorita szerzetes, aki azok között volt, akiket kirendeltek a síralomházba, hogy meggyóntassák az elítélteket. Vértanúknak nevezzük az aradi 13-at, és joggal, mert emberségből példát adtak, becsülettel harcoltak a hazáért, viselték tetteik következményeit, akkor is, hogyha ártatlanul ítélték el őket, vállalták akár a félreállítást is egészen a halálig. Úgy is mondhatnánk, hogyha nem ismernénk korábbi tetteiket, hogyha nem ismernénk jellemüket, nem tudnánk, hogy mit tettek egész életükben, akkor mindezekből is világossá válik, hogy mennyi áldozatkészség és önzetlenség volt bennük. Az aradi vértanúk, és tegyük hozzá nyugodtan, Széchenyi és nemzetépítő elődeink lelkületét kívánjuk ma is, a mai közéletben, a mai politikai életben is. Ezt a szolgálat szellemét, azt, ami mentes a hatalmi arroganciától, ami mentes a korrupciótól, ami vállalja a felelősséget tetteiért. Kérem, hogy most hallgassuk meg Damjanich János imáját, amelyet a kivégzés előtti napon írt, és már van benne néhány személyes vonatkozású sor, alapvetően alkalmas arra, hogy ne csak hallgassuk, hanem mindannyian bele is kapcsolódjunk ebbe. Mindenség Ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a feleségemtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben,
Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábalni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különösen is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Áld meg Aradot, áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Arany János évnapra. Kelsz és lenyugszol észrevétlenül. Innepolnál, de senki meg nem ül. Végzetes évi nap. Ó, e tömeg másnapot ünnepel. Titkon óhajtja meg e hűkebel, halomra dűlt oltáridat. Emléket gyászos, nyomasztó terek, vérnek s könnyűnek tengere, mind-mind ahhoz tapad. Az ember gyönge, félve néz feléd, s mint egykor a tanítvány mesterét, nehéz időkben megtagad. És most megkérem György Róbert urat, a Fidesz esztergomi szervezetének titkárát, mondja el ünnepi beszédét. Szeretettel köszöntök minden megemlékezőt. Szerencsés a magyar nemzet. Szerencsések vagyunk, még ha ezt az aradi vértanúk gyásznapján furcsa is kimondani. Szerencsések vagyunk, mert olyan hőseink, példaképeink vannak, mint az aradi 13. Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Láner György, Nagy Sándor József, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Ő gróf Batthyány Lajossal, Magyarország első, az aradi vértanúkkal egy napon kivégzett miniszterelnökével olyan példát állítanak nekünk, olyan erőt adnak, melyel úgy érezzük, minden nehézséget legyőzhetünk. Vértanúságuk egyúttal feladatokra is köteleznek mindannyiunkat. Hálás, de olykor nehéz feladatokra. Nemzetünk gyarapítására, előremutató folyamatos jobbítására, függetlenségének megőrzésére és közös céljaink mentén az összefogásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! 1849. október 6-án hajnali 5:30-kor elsőként Lázár Vilmost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt és Schweidel Józsefet vezették a kivégző osztag elé. Őket golyó általi halálra ítélték. Kegyelemből. 6 órakor a 9 magyar honvédtábornokot vezették a bitófákhoz, ahol Hajnau Hóhéra előbb Pöltenberg Ernőt, majd Török Ignácot, Láner Györgyöt, Knézics Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Leiningen Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és Vécsei Károlyt küldte a halálba. Rajtuk kívül ugyanezen a napon egy pesti kivégző osztaggal nézett szembe gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke is. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Ezek voltak Lázár Vilmos utolsó szavai kivégzése előtt. Vértanú hőseink példája és halála azt üzenik több mint másfél évszázaddal később nekünk és jövendő magyarjainak, hogy az áldozathozatalból mindig új élet sarjad. Szavaik még akkor is cselekvésre köteleznek a magyarságért bennünket, ha a sok vérzivataros időszak, elnyomás és nehézség után most Magyarország jó úton halad, erősödik. Jobban teljesít, őrzi a függetlenségét, és ezen a jobbító, gyarapodást hozó úton megy tovább előre. Az Európa egyik legszentebb szabadságharcának zárásaként kivégzett 13 hős tábornok pedig azóta is a magyar nemzet szívében él.
emlékük magasztossága soha el nem múló erő a hazaszeretetre és a honvédelemre. Ezt bizonyítják október 6-ai ünnepeink emelkedett pillanatai, melyet Kossuth Lajos 1890-es beszédével zárnék. A világ bírája, a történelem fog-e kérdésre felelni. Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben, a honszabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva akkarjaimat a hála hű érzelmeivel áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, amelyet az utódoknak adtanak, s buzgó imával kérem a magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Ámen. Tisztelt ünneplő közösség, most hallgassanak meg egy felvidék és egy erdély névdalt. Megütik a dobot város közepében, felteszik az ászlót torony tetejébe. Sok magyar legénynek most kell elindulni, sok magyar menyecskét özvegyen kell hagyni. A szent szabadságért, szép magyar hazánkért, három színű zászlónk oltalmazásáért. Kossuth lova megérdemli az abot. Kétszer kerülte meg magyar országot. Ha még egyszer körül kerülte volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Ha még egyszer körül kerülte volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Most megkérem dr. Németh József urat, a Rudnai Sándor Városvédő és Kulturális Alapítvány Egyesület elnökét, tartsa meg ünnepi beszédét. Oltalmazd meg mindenható, szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Tisztelt emlékező közösség, amint azt előbb teljes terjedelmében is hallhattuk, ezekkel a szavakkal fohászkodott Istenhez Damjanics 1849. október 6-án az Aradon kelt utolsó levelében. Feleségétől, Emília asszonytól és szeretett hazájától, az Isten által szabadnak teremtett Magyarországtól búcsúzott ekkor, tudván csak az veheti el az életet, aki adta, és csak az ítélhet igazságosan, aki a mindenséget teremtette. Isten törvénye magasabb minden földi ítélőszéknél. Magyarország, mint annyiszor a hosszú évszázadok alatt, 1849-ben ismét megfosztatott az önálló létezés, az önálló fejlődés lehetőségétől, a magyar úttól, és ezzel egy időben a politikai és ideológiai szabadságtól. Október 6-a kezdettől fogva már nemzeti gyásznapként él a magyar nép emlékezetében, és 2001 óta, az első Orbán kormány intézkedése óta hivatalosan is nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon október 6-án kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Ugyanezen a napon Pesten kivégzik Batthyány Lajost, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökét. Batthyányit csak 1870-ben temethették el nyilvános tiszteletadással,
Majd 1874-ben helyezték végső nyugalomra a Kerepesi temető mauzóleumában. Kivégzésének helyén pedig 1926-ban avatták fel a nevét viselő örökmécsest. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc új utat nyitott hazánk történelmében. Ma az aradi 13 hősi halottra emlékezünk, akik között a magyarokon kívül más nemzetiségűek is voltak, de összetartotta őket a szabadság ígérete, a zsarnokság legyőzésébe vetett hit. Katonák voltak, katonák, akik a nemzet és a szívük parancsát teljesítették. Azon a napon, kivégzésük napján mindenki imádkozott Magyarországon. Felszentelték a helyet, ahol a bitófák álltak, és ahol a puskák eldördültek. Így lett Arad a magyar Golgota népünk emlékezetében. Az 1848-as szabadságharc nem csak a magyar történelemben, hanem Európa történelmében is kivételes helyzetet teremtett. Nem csak a magyarság összefogását, hanem a más nemzethez tartozók szolidaritását is megteremtette. Az aradi mártírok áldozata nem volt hiába való. A szabadságharc után a legvadabb terror ellenére sem lehetett már visszahozni a régi világot. A forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani, és a bukás ellenére a nemzetben nem csak tovább élt, de tovább erősödött is a szabadság és a függetlenség eszméje. Az aradi 13-ak példája arra tanít, hogy mindig világos, megvalósítható célokért kell küzdeni. Arra tanít, hogy felelősek vagyunk sorsunk alakulásáért, de felelősek vagyunk egymásért is. Meg kell felelnünk a kor kihívásainak, mint ahogy immáron több mint másfél évszázaddal ezelőtt az aradi vértanúk utolsó szívdobbanásukig történelmi küldetésük teljesítéséért harcoltak. Vértanúink nem a múltért, hanem a jövőért haltak meg. Hajtsunk hát fejet vértanúink előtt, emlékezzünk a szabadságharc ismert és névtelen hőseire. A mai nap gyásznap, de egyben a reménység ünnepe is. Okulnunk kell a szabadságharc hőseinek helytállásából. Emlékezzünk hát az aradi vértanúkra kegyelettel, Balágyi Lajos versének gondolataival. És ők élni fognak, élni mindörökkön. Szent lesz, örökké szent a sírgödör, amíg az eszmény ki nem hal-e földön, míg magyar szellem még magasba tör. Az igét, melyért éltet áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utottól fogja hű utot tanulni, hogyan kell élni, és hogy lehet meghalni. Köszönöm figyelmüket! A bukovinai székelyek egy énekével folytatnám. Nekünk a legszebbik estét fekete színre festették, fekete színre festették. Minket anyánk megátkozott, mikor ha világra hozott, mikor ha világra hozott. Azt az átkot tette reánk, országvilág legyen hazánk, országvilág legyen hazánk. Hogy sem legyen megállásunk, csipke bokoron szállásunk, csipke bokoron szállásunk. Nekünk a legszebbik estét fekete gyászra festették, fekete gyászra festették. Most megkérem dr. Szerencsés Gerger urat, a KDNP esztergomi szervezetének titkárát, mondja el ünnepi gondolatot. Ebura Fakó, József császár, nem királyunk. Bercsényi Miklós mondta ezt az 1707-es ónodi országgyűlésen. Ebnek magyarnak magyar legyen az ura. A magyar föld a magyaroké.
Ez a több mint 300 éves üzenet minden szabadságharcunkban, mint fő motivum volt jelen, és ez volt az alapja az 1848-49-es szabadságharcnak is, amely felrázta egész Európát és más országok, nemzetek számára is erőt, példát adott a függetlenségükért vívott háborúban. 1848-49-ben az esztergomiak is kivették a részüket a harcokból, hiszen az esztergomi Bessé János vezetésével foglalták el Komárom várát a honvéd katonák, de meg kell említenünk Pór Antal és Palkovics Károly nevét is. Sajnálatos módon, mint azt mindannyian tudjuk, szabadságharcunk a világosi fegyverletétellel vereséggel ért véget, amelyet követően az osztrák hatalom Hajnaú tábornokot küldte Magyarországra a megtorlások levezénylésére, aki egy levelében erről így ír. A magyarok 300 év óta mindig lázadók, csaknem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmok. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Hajnaú hű is maradt soraihoz. Több mint 100 ember esett áldozatul nemzetük ellen folytatott megtorló intézkedéseinek. Ennek egyik legvéresebb napja volt október 6-a, amikor Aradon 12 honvéd tábornokot és egy ezredest, Pesten pedig Batthyány Lajos miniszterelnököt, valamint Fekete Imre gerilla századost végezték ki. Azonban, ha történelmünk későbbi hőseire, áldozataira gondolunk, Hajnaú nem érte el a célját, hiszen nem sikerült kiölnie belőlünk magyarokból a függetlenségünk iránt érzett vágyunkat. Valóban, mi magyarunk történelmünk során számtalanszor kellett, hogy hazánkon belül harcoljunk szabadságunkért, önállóságunkért, elég csak a törökökre, az osztrákokra vagy a szovjetekre gondolni. Mindig megvívtuk ezeket a csatáinkat, s bár néha hatalmas áldozatok árán, de visszanyertük szabadságunkat. Csaták, háborúk ma is folynak Magyarországon is. Ezeket a csatákat azonban már nem fegyverekkel, katonákkal vívják, hanem a gazdaság, a politika eszközeivel, de súlyos következményei vannak ezeknek is. Egzisztenciák, emberi életek és családok vesznek oda bennük. Őseinktől, az ő áldozataikból példát véve és a hittel felvértezve, összefogva kell fellépnünk mindezek ellen. Esztergom most megtette az első lépést ebbe az irányba. Kialakult az elkötelezett szándék az összefogásra, hogy újjáépítsük városunkat, és újra büszkén mondhassuk mi esztergomiak, hogy esztergomiak vagyunk, és joggal várjuk el hazánktól és a világtól, hogy elismeréssel tekintsenek ránk a magyar állam katolikus fellegvárára, mely nemzetünk történelmének egyik alapköve. Azt hallottam valahol, hogy egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Úgy hiszem, hogy amíg ebben az országban magyarul beszélnek, az aradi vértanúk emléke bennünk él tovább. Köszönjük hősiességüket, tisztes helytállásukat, példamutatásukat, és Isten áldását kérjük porladó hambaikra. Köszönöm figyelmüket! Bizonyára egy korább tanító kolléga úgy vésta a gyerekek fejébe a neveket, hogy ne felejtsék el, hogy a Kossuth nótába szedte. Én javaslom, hogy próbáljuk így megjegyezni, és így búcsúzni a hősöktől. Leningen gróf, Damjanics János, Kispöltember Gláner, Lázár Vilmos, Aulik Nézics, Nagy Sándor Svejdel, Török Dezső fi, gróf Vécsei, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Legközelebb majd közösen énekeljük, de mielőtt még a koszorúzásra sor kerülne, megkérem Herr Ádám urat, a Fidelitas országos választmányának alelnökét, mondja el ünnepi szavait. Nem néztétek erőst, hogy szolgáljátok, jutalmazni, majd fényesen tud. Akit szolgáltatok, egy árva honvolt, ím sírotokra egy emlékkő sem jut. Ezeket a sorokat Madács Imre abban a korban írta, amikor még emlékezni sem volt szabad az aradi hősökre. Azóta már természetes, hogy lehet emlékezni.
Emlékkő és emlékművek is állnak ország szerte. Sőt, az országhatárokon is túl, szerte a nagyvilágban. Mert a magyart bármerre is sodorta a nagyvilágban a sors szeszélye, mindig magával vitte az 1848-49-es szabadságharcosok emlékét, hogy példaként szolgáljon a felnövekvő nemzedékek számára. Az Aradon kivégzett tábornokok örök példát mutattak, nem csak hősiességből, tisztességből és becsületből, hanem önfeláldozásból is. Megtehették volna, hogy elmenekülnek, vagy átállnak a császáriak oldalára, és a kötél, a puskagolyó helyett, ahogy Madács mondja, fényes jutalmat kapnak. De nem. Ők inkább egy árvahont szolgáltak, és életüket adták ezért az árvahonért. Mindez a mai kor gyermekének talán hihetetlennek, kissé meseszerűnek tűnik. Nem ehhez vannak szokva. A tévéből, az internetből nem hősök példaképek, hanem éppen ellenkezőleg antihősöt néznek rájuk minden nap. Sajnos nincs mit csodálkozni azon, hogy a mai kor érzéketlen, befektetés, haszonelvű realizmusa számára meghalni a hazáért, ráadásul már egy elveszett hazáért maga a kapitális csőd. De szerencsére nem mindenki gondolkodik így. Mi, akik itt állunk, nem véletlenül vagyunk itt, hanem azért, mert nemet mondunk erre az érzéketlen, rideg és számító világra. Akik itt állnak, mind a szívükben hordozzák az aradi vértanúk üzenetét. Azt az üzenetet, amit az aradi vértanúk az életük árán juttattak el a jövendő korod gyermekeinek. A haza, az árvahon, a közösség szolgálata előrébb való, mint a fényes utalom. Nekünk, a jelenkor nemzedékének pedig az a feladata, sőt, kötelessége, hogy magáévá tegye ezt az üzenetet a mindennapi életben, a mindennapi munkában, és amikor eljön az idő, átadja ezt az üzenetet az utána következő nemzedéknek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és nyugodjanak békében a hősök. És most a koszorúzás következik. Megkérem a Fidesz, a Rudnai Egyesület, a Fidelitas, a KDNP képviselőjét, hogy közösen helyezzék el koszorújukat az emlékműnél. Hagyj, Uram, őnékig örök nyugodalmat, és az öröké való világosság fényeskedjék nékik. Hallgass meg, Uram, imádságomat, minden test hozzád bégyen. Hagyj, Uram, őnékig örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék nékik. Megemlíteném, hogy a polgári körök képviselője is elhelyezte a koszorút, sőt, most a Nemzeti Fórum Esztergom és környéki csoportja nevében, nem azért, mintha nem álltam volna szívesen közétek, de mivel énekeltem, ezért én is elhelyezem a kis koszorumot. Illő műsorokat hallottunk a minap a médiában. Úgy állapították meg a történészek, hogy szinte minden kárpátok inneni családból volt áldozat.
és ezért tesszük most is azt, hogy a szózatunk után a székely himnuszt valamennyi rokonunkért, testvérünkért, áldozatunkért, azok nevében el fogjuk énekelni. Tehát először a szózatot, utána a székely himnuszt. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőt az, s majdan síród is, mely ápol cselt akar. A nagy világon e ki zajló tengerén. Eljük az álljai, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, elvét Istenünk. Maroknyi székely, korlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjai, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, eddét Istenünk. Hajrá! Tisztelt emlékezők, örülök annak, azt hiszem valamennyien örülünk, hogy így együtt ünnepeltünk, együtt emlékeztünk példamutató hőseinkre. Viszontlátásra!
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi szervezete, a KDNP esztergomi szervezete, a Rudnai Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, valamint a Fidelitas esztergomi szervezete szövetséget kötött Esztergomért, a keresztény értékrendet, a nemzeti polgári demokratikus értékeket követve, szolgálva Esztergom javát. Az ünnepség percei következnek. Hát akkor tisztelettel szeretnék köszönteni mindenkit itt a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vár Múzeumában, mint házigazda Rezikató Gábor, a múzeum igazgatója. Szeretném jelezni, hogy ezek a történelmi falakmások minden eseményt, fontos eseményt láttak. Reméljük, hogy ez a mai esemény is bekerül majd egyszer ezeknek a jelentős dolgoknak a listájába. És mint házigazda egyetlen dolgot szeretnék csak kívánni, hogy nagyon sikeres legyen ez a mai rendezvény, és itt szeretném átadni elnök úrnak a szót, hogy vezesse le ezt a mai fontos dolgot. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ez a sajtótájékoztatóval egybekötött aláírás a Szövetség Esztergomért összefogás esemény köré fonódik, mely után majd lehetőség lesz kérdéseket feltenni. Most viszont, ha megengedik, bemutatkoznék, György Róbert vagyok, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi szervezetének az elnöke. Szeretném bemutatni György Sándor urat, a KDNP esztergomi szervezetének az elnökét. Szeretném bemutatni dr. Németh Józsefet, a Rudnai Sándor Egyesület elnökét, és szeretném bemutatni Herr Ádámot, a Fidesz esztergomi szervezetének az elnökét. Szeretném bejelenteni, hogy szervezeteink a mai napon megalapítják a Szövetség Esztergomért összefogást. Az összefogásban a szervezetek közös célja az Esztergom és az esztergomiak érdekét szolgáló városvezetés lehetővé tévő választási siker megalapozása. Elkötelezettek vagyunk Esztergomnak az ország első fővárosához méltó kialakítására, megújítása és fejlesztése érdekében. Tenni kívánunk azért, hogy Esztergom élhetőbb legyen. Egyetértünk abban, hogy az elmúlt 3 évben tapasztalt, a személyes politikai érdekeket és szereplési vágyat előtérbe helyező alkalmatlan városvezetői tevékenység, botránypolitizálás méltatlan Esztergomhoz és tovább nem tartható. Szeretném bejelenteni, hogy felkértük dr. Völner Pált, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Komárom-Esztergom megye második számú választókerületének az elnökét, hogy fogadja el a Szövetség Esztergomért összefogás vezető koordinátori szerepét, és egyúttal akkor szeretném bejelenteni azt is, hogy elnök úr ezt a felkérést elfogadta. Felkérem az alapító szervezetek elnökeinek képviselőit, hogy lássák el kézjegyükkel az alapító levelet, írják alá a dokumentumot.
Azt szeretném bejelenteni, hogy a Szövetség Esztergomért Összefogás ezennel megalakult. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most lehetőség van arra, hogy a sajtó munkatársai akár külön is kérdéseket tegyenek fel az alapító szervezetek képviselőinek. Köszönöm szépen. Új irodát nyitott a Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi szervezete. A megnyitó percei következnek. Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Nagyon nagy öröm ez a mai nap. Idén nyáron, mikor a Fidesz esztergomi szervezetének a tagsága megtisztelt avval, hogy az elnöki pozíciót betöltsem, akkor azt fontolgattam, hogy egy új irodát fogunk felállítani, egy új irodát hozunk létre. A mai nappal bejelenthetem, hogy ezt az új irodát nyilvánosan is megnyitom. Ennek az új irodának az alapvető célja az volt, az is, hogy Esztergom belvárosába közelebb költözön az emberekhez, illetve egy nagyon komoly modern technikával felszerelt iroda álljon hadrendbe. Ezzel tudjunk dolgozni, ennek a háttérországával tudjuk biztosítani a jövő évi választási sikerünket. Átadnám a szót frakcióvezető úrnak, Stein Balázsnak. Én csak röviden néhány gondolatot. Körülbelül 2000 óta vagyok a Fidesz esztergomi szervezetének a tagja, és az elmúlt 13 évben azért egy tucat kampányban már részt vettünk, hol kampányfőnökként, hol segítőként. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy az elmúlt 12-13 évben egy igen erős csapattal rendelkeztünk, hogy csak egy példát említsük a polgári körösök tekintetében, de azt, hogy szervezetileg nagyon egybe voltunk, az nagyon jó dolog volt, de nem volt meg az a háttér infrastruktúra, ami most itt hál' Istennek megalakult. Én abba bízom, hogy ez az iroda, amilyen szép, olyan nagy és kemény munka lesz ebben az irodában, hiszen nekünk most csak egy célunk lehet, 2014 országgyűlési választások, komoly munka vár minket, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen körülmények között tudunk dolgozni. Még annyit hagyj jegyezzek meg, hogy a frakciónk is igénybe szokta venni ezt az irodát. Nagyon jó munkafeltételek vannak itt, ugye az elmúlt három évben ennek is hiány voltunk, sokszor jó magam vagy egy-két képviselő írta otthon az előterjesztéseket. A továbbiakban Robi felajánlotta, hogy az irodát használhatja a frakciónk is, de nekünk is az a célunk, hogy eredményesen szerepeljünk, és hát államtitkár úr eredményesen szerepeljen a jövő évi országgyűlési választásokon, és nagyon remélem, hogy a szövetségesek is részt vesznek ebbe a nagyon komoly munkába, mert nagy feladatok előtt állunk, és köszönjük még egyszer ezt a szép helyet, igénybe fogjuk mi is venni ezután is. Én szeretnék gratulálni az esztergomi Fidesznek ahhoz, hogy egy ilyen nívós irodában került elhelyezésre a helyi szervezetnek az irodája. Amit én kiemelnék, hogy sokat beszélünk most az elmúlt időszakban arról, hogy Esztergomba meg kell újulni a Fidesznek, jelentős lépéseket tettünk előre. Talán ez az iroda külsőleg is kifejezi, hogy ez a megújulás ez komoly, a szándék komoly, szövetségeseket összegyűjtjük, megpróbálunk a város lakossága előtt érthető programokkal megjelenni, megmutatni azt, hogy fejleszteni akarjuk ezt a várost, meg akarjuk oldani azokat a gondokat, amelyek az elmúlt években felhalmozódtak, és remélhetőleg ez az iroda megfelelő kereteket nyújt majd ahhoz, hogy ez a szemléletváltás, ez a stílusváltás, a munkakörülmények javulása ne csak külsőségekben jelenjen meg, hanem a város lakói is érzékeljék majd azt, hogy mind a testületi városi munkában, mind a Fidesz országos akcióiban egy olyan jövőképet fogunk megvalósítani, ami valamennyi polgár számára hasznossá válik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm.
Adásidőnk végén magam és munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép hetet kívánva búcsúzom, viszontlátásra!